A tánctábor lényege, hogy nem az évközben tanító pedagógusok oktatnak, hanem általában Pécsről a táncművészeti főiskolán végzett hallgatókat hívunk meg oktatni, és ugyanígy idén ezt most megszerveztük, és a gyerekek jelenleg egész héten itt vannak nálunk. Az látszik, hogy sokan vannak, ez nyilván mutatja azt, hogy népszerű ez a tábor. Az a 97 óta milyen fejlődés volt tapasztalható, milyen változás? Hát vannak hullámvölgyek, tehát ahogy a általános helyzetben is a gyerek létszám ugye csökken. Most idén sikerült úgy összehozni, hogy elég nagy létszámban vannak jelen a gyerekek, sok külsős jött. Fejlődésben igyekszünk mindig mi is változni, tehát nem ugyanazokat a pedagógusokat hívjuk meg, hanem évről évre változtatunk, és így mást és más tanulhatnak tőlük a gyerekek, másfajta táncokat, másfajta koreográfiákat. A jelenlévő gyerekek egy része nem tagja az egyesületnek, ám kezdőként is sokat tanultak a táborban. Szerettem volna egy alapokat a gyerekeknek megtanítani, egy kis hip-hopos alapokat. Úgy érzem, jól felkészült gyerekek vannak itt, így hát az elképzelésemet, amit hétfőn én elhoztam magammal, azt sikerült is most megvalósítani, így hétvége felé a bemutatójukra, holnapra készen is lesz, amit én elgondoltam. A kicsik lelkesek, bár legtöbbjüket jobban érdekelték a tábor más programjai. Tegnap a szuszodába fürödni, meg múlt tegnap előtt megnézni a Mulánt, meg agyagozni. Hát nekem az agyagozás, meg az úszoda, meg a videózás is jó volt. A videózás. Na és a táncról nem is beszéltek. Milyen a tánc? Jó. A nagyobb csoportban is vegyes volt az összetétel, mégis a végére mindenkinek sikerült megtanulnia a páros részeket is tartalmazó koreográfiát. Próbáltam úgy összeállítani a tréning részt is, hogy azért fejlesszem mindenképpen, de hát azért, hogy viszonylag egyszerű legyen, hogy meg tudják a kezdők is csinálni, illetve azok, akik már több éve táncolnak. Persze nem mindenkiből lesz táncos, ám a mozgásra, a testedzésre mindenképpen jó a tánc. Annyira keveset mozognak, mert a számítógép meg egyebek miatt otthon ülnek meg a tévé előtt, ezért hát a tánc az pedig kifejezetten arra jó, hogy ezek a hát problémák, amivel minden gyerek küzd szinte, tehát annyi rossz tartású, hanyagtartású gyerek van, ami miatt már gyerekkorban fáj a hátuk az általános iskolába, és ez főleg a nem megfelelő hátizomzat miatt van. És erre kifejezetten jó a tánc, hogy ezeket az izmokat fejleszti, meg egy tartást ad. Ez nekem csak így hobbi egyelőre. Nekem is hobbi, mert tehát így már előbb akkor el kellett volna kezdenem, tehát így hobbi marad ez már. Nos, ha hobbi, ha nem, a táncórán bizony oda kell figyelni minden apró részletre. Hogy megmarad-e kedvtelésnek a tánc, vagy valakiből sztár lesz, az sok mindentől függ, de a tehetség és a kitartás a legfontosabbak. Sokat függ az otthoni és a háttérnek a támogatásától is, a szülőktől is, hogy ők milyen pályát képzelnek a gyerekekkel és a gyerekeknek, de én úgy érzem, hogyha elég elszántak és kitartóak, akkor bármi lehet belőlük.